a Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művészt, aki színházi, opera és filmrendező, egyben forgatókönyvíró is, színetármékőt. Léleképítő előadást tartottak a Szekszárdi Garai János gimnáziumban a vendég Szinetár Miklós Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas forgatókönyvíró és rendező volt. A beszélgetés során életútjáról és a főbb munkásságairól beszélt. Két különböző dolog. A színházi élet az vegyes. Annyiból vegyes, hogy nagyon sok tehetséges ember van ma is, sok tehetséges művész van. De sajnálatos módon a színház korábbi időktől eltérően elveszítette a fontosságát. Nem olyan fontos, nem olyan nagy esemény. Nem, nincs az érdeklődés középpontjában. Úgyhogy ez megváltozott, és hát a másik, ami nagyon megváltozott, ami a világon mindent egy kicsit megront, hogy mindenből sok van. Szóval megnéztem múlt novemberben Budapest területén, több mint 400 előadást lehetett megnézni. Minden sok. Sok az autó, sok az ember a világban, sok a színház is túl sok. Az operával abszolút tartom, az operában én otthon vagyok, és ott minden előadást megnézek, már új bemutatókat azokról. Elmondom a véleményemet, néha meg is hallgatok. Nem, az operában ott remekül vagyok. Azt szoktam mondani, hogy az opera az anyám, a televízió a gyerekem. Az anyám nagyon szeret, a gyerekemmel nincs kapcsolatom. A rendező eddigi köteteiről és az éppen aktuálisan íródó életrajzáról is beszélt. Írom az ön életrajzomat, ami elég színes, elég sok minden történt velem. Hát megrendelték, sokat gondolkoztam, de azt már arra gondoltam, hogy önéletrajzot írjon a Churchill, meg a Jászai Mari, tehát aki nagyon benne van a köztől. De hát ha amit én írok, az is érdekes tud lenni. Most elkészültem az első kötettel, mert ez három kötet lenne. Az első az életem születésemtől 57-ig, a második 57-től a rendszerváltásig, és a harmadik onnantól a mai napig. Ez volt a harmadik napirendi pont. Tessék mutatok. Mi volt az első napirendi pont? A jövőben tartandó léleképítő beszélgetésekre is szeretettel várják az érdeklődőket, ahol Szinetár Miklóshoz hasonló ikonikus személyekkel lehet majd találkozni.